Az egyre csapadékosabb idő és az éjszakai mínuszok egyet jelentenek a jeges járdákkal és a csúszós utakkal. Gyalogosként nehéz elkerülni ezeket az utakat. Bár az illetékes szervek mindent megtesznek, hogy járhatóak és csúszásmentesek legyenek a felületek autós és gyalogos alatt egyaránt, nem biztos, hogy mindenhova odaérnek időben a szakemberek. Ilyenkor pedig fennáll az elcsúszás veszélye. Az első napokban ilyenkor ugrásszerűen megnő ezen baleseteknek a száma, az emiatt történő mentőhívások száma és a baleseti sebészeten történő megjelenések száma is. Ezek általában végtagtöréseket jelentenek, alsó végtagi, illetve ugye a védekező mechanizmusok kapcsán alkar, késsérüléseket, sok esetben fejsérülés társul hozzá, főleg idősek tekintetében, illetve szintén idősek tekintetében. Nagyon gyakori az ilyenkor jelentkező különféle csípőtáji töréseknek a elesés kapcsán történő megjelenése. Úgyhogy ilyenkor mindig azt szoktuk kérni, hogy tényleg csak az mozduljon ki és hagyja el az otthonát, akinek ez feltétlenül fontos egy ilyen időszakban, és óvatosan, figyelmesen közlekedjen. Úgy, mint a pingvinek. Ugyanis, hogyha egy kicsit előre dőlve a teljes testsúlyunkat az előlévő lábunkra helyezzük, a talp teljes felülete érintkezik a talajjal, és kisebb az elcsúszás veszélye is. Fontos persze az is, hogy ne siessünk a jeges felületeken, inkább kisebb, óvatosabb lépésekkel haladjunk előre. Az aszfalt pedig az autósok alatt is jelentősen megváltozik a hideg idő beálltával, nekik is alkalmazkodni kell ezekhez a viszonyokhoz. Az aszfalt hőmérsékletének csökkenésével ugye jelentősen fog változni a féktáv, és jelentősen fognak változni azok a közlekedési viszonyok, amiket a gépjármű vezetőknek figyelniük kell. Itt a téli gumi használatra szeretném felhívni a figyelmet, amely egy nagyon fontos biztonsági tényező, illetve amikor ilyen közlekedési viszonyok vannak, akkor az óvatos és megfontolt körültekintő vezetésre jelentősen megnővő féktávokra kell számítani, és főleg a gyalogátkelő helyek környezetében tényleg csak a körültekintő és óvatos közlekedési morál az, amely megelőzheti a baleseteket. A szakemberek azt hangsúlyozzák, mind az autósok, mind a gyalogosok számára fontos lenne a láthatóság a megváltozott időjárási viszonyok között. A police.hu grafikáján is jól látszik, míg egy talpig feketébe öltözött gyalogos 16 méterről is alig látszik, csak az utolsó pillanatokban vehető észre, addig a láthatósági mellényt viselőt akár 150 méterről is látja az autós. Ez a különbség pedig akár életeket is menthet.